sérült gyermekek és az őket nevelő szülők munkavállalási nehézségeiről és lehetőségeiről tartottak kerekasztal beszélgetést a Salgótarjáni Szent József Rendházban. A rendezvényen az érintett szülők némi segítséget kaptak a jelenleg kilátástalan helyzetük megoldására. A legnagyobb probléma az, hogy a sérült gyermeket nevelő szülők munkavállalási lehetőségei nagyon behatároltak a város területén és a város környékén is. Nagyon sok meghívott vendégünk volt, és valamennyiből a segítő szándék, a megértés és a probléma érzékenységet fedeztem fel, és tényleg mindenfajta segítséget megadtak a szülőknek, és nagyon érzékenyen érintette az ő nehéz helyzetük, az ő családi, gazdasági problémáik, és magának ennek a helyzetnek a megoldatlansága. Ha tetszik, ha nem, sajnos az önök problémájának az első számú rákfenéje a finanszírozás és a pénz. Milyen törvényeket hozunk, miket finanszírozunk, milyen fogyatékosságokat hogy ismerünk el, és ehhez milyen támogató rendszereket adunk. Nem Salgótarján megyei jogú város feladata, bocsánat, hogy ezt mondjam, mert pénz sincs hozzá rendelve, hogy milyen otthonokat hozzunk létre, legyenek azok napközbeni ellátást biztosító, vagy szálláshelyként működő ellátást biztosítson. Én azt gondolom, hogy helyben a helyi járási vagy megyei munkaügyi központ is meg fog tudni oldani minden problémát, ha meg lesz hozzá az a törvényes háttér, milyen keretek között hogy szervezhet, milyen tanfolyamokat, és hagyd ne soroljam. Egész Magyarországon, de Salgótarjánban is környékén különösen nagy gondot okoz a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családoknál a szülőknek a megfelelő munkahely megtalálása, hiszen sérült gyermeküket akár a nap 24 órájában el kell látniuk. A végzettségem könyvelő, amikor akkor végeztem a mérleképes tanfolyamot, amikor megszületett a kisfiam. Hát ugye nem számítottunk, hogy ez lesz. Folyamatosan ott kell lenni mellettük, tehát nem mondom, nem tudom mit azt mondani, hogy kisfiam, vedd ki az ételt a hűtőből, melegíts meg magadnak, menjél el játszani a többi gyerekekkel, tehát ezt nem tudjuk kivitelezni. Őket mindenhova vinni kell. Kettő gyermekünk van, ebből az egyik egy 15 éves Down-szindrómás. Ha a munkahelyi központ által hirdetett bármilyen képzésre szeretnénk elmenni, az általában ugye nem illeszkedik a mi időbeosztásunkat. A beszélgetésen a Salgótarjáni I. és Gyuláné óvoda, általános iskola, szakiskola és készségfejlesztő iskola növendékeinek szülein, valamint a többségi általános iskolából integrált sajátos nevelési igényű tanulóknak próbáltak megsegíteni. Egy olyan projektben veszek részt, aminek tulajdonképpen az a kimenete, hogy felmérje, hogy Nógrád megyében mik azok a beavatkozási területek. Itt 10-ből 9-ben előjött az, hogy a napközbeni gyermekfelügyelet, a foglalkoztatás rugalmassága, illetve a fogyatékos gyermek mellett élő szülőnek a foglalkoztatása, az a három nagy csapásirány, illetve a fogyatékkal élő gyermeknek az iskolarendszerből kikerülése utáni időszak, ami tehát égetően szükségszerű, mert nincs megoldva. Érzékenyíteni kell, én azt gondolom, a munkáltatókat. Elsősorban meg kell nekik mutatni azt, hogy mi a való élet, hogy önöknek milyen problémáik vannak, és hogyha ezt a dolgot el tudjuk indítani Salgótarjánban, én partnerként állok önök felé, és segítünk ezekben a dolgokban, hogy egyáltalán találkozzanak önök a munkáltatókkal, és meg tudják beszélni ezeket a problémákat. Az eseményt a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatásával rendezte meg a Flóra Egyesület, amelynek köszönhetően remélhetőleg a kétségbeesett szülők és gyermekeik hamarosan valamelyest közelebb kerülhetnek a munkavilágához.